Mindenki karácsonya címmel jótékonysági rendezvényt tartott ma a Mercy Egyesület Zalaegerszegen. Az esemény fő támogatója a történelmi Szent Lázár katonai és ispotályos lovagrend volt. Meleg étel, forró tea, édesség és kisebb meglepetések várták a rászorulókat a zsinagóga melletti parkolóban. A programot hosszú idő után szervezték meg ismét, mivel az elmúlt években nem sikerült támogatót találni. Miután idén ez az akadály is elhárult, az Egyesület úgy döntött. Az akciót mostantól igyekeznek minden karácsonykor megszervezni majd. Az emberekkel egy kicsit beszélgetünk, egy kis rendezvényt csinálunk, egy tál étellel, teával megkínáljuk azokat, akik úgy döntöttek, hogy kíváncsiak erre a rendezvényre, illetve a gyerekeknek szeretnénk mindenképpen egy picit kedveskedni egy-egy kis karácsonyi ajándékkal, amiben édességtől kezdve gyümölcs és játékok vannak. Az ételek minőségi alapanyagáról egy balatonokali vállalkozó gondoskodott. Mint mondta, a rendezvény támogató lovagrend tagjaként örömmel csatlakozott a felhíváshoz. 10 éve dolgozok a Szent Lázár katona és kórházi lovagrendnek, ahol minden évben, az év folyamán, ahol tudunk úgy segíteni, mi ez egy ispotályos rend, tehát ez egy kórházi lovagrend, nem csak ételosztással, hanem kórházak felszereltségével is foglalkozunk rászoruló embereknek a támogatására, úgy Magyarországon, mint a magyar lakta területeken, Erdélybe, Felvidéken. Sokan kisgyermekkel érkeztek az osztásra. Nekik az étel mellett egy kis ajándék is jutott a karácsonyfa alá.